Kedves nézőink, műsorunk további részében a második adventi vasárnapi evangélikus istentiszteletet láthatják. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Oh,
hogy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy mindig útban vagy felénk, hozod rád a ajándékaidat, hogy felemelj levertségből, közünkből, pásultságból. Köszönjük legdrágább ajándékodat, Jézus, hogy közénk jött, hogy ma is megoldást ad kérdéseinkre. Urunk, add, hogy ebben az órában most itt mindenki megérez áldott jelenlétét. Adj a fiú szemlélek, együtt Isten. Amen. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, azt a Szent Igét, amelyet mai utatunk alapján választottam, írva találjuk Lukács evangéliumában a 21. fejezet 25. versétől a 36. versig a következőképpen szóló részt. Jézus mondja, és jelen lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és forrongás miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek erői megrendülnek, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásodok ideje. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez égben nem megy. Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, hogy szívetek el ne nehezedjék mámortól, részességtől vagy a megélhetés gondjaitól. És nehogy hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát szüntelen éberek, és könyörögjetek, hogy megmenekülhessetek mindazoktól, amik törvényen fognak, és hogy megállhassatok az emberfi előtt. Amen. Mindenki gyülekezet, testvéreim Jézus Krisztusban, a bibliai útmutatóban kijelölt mai vasárnapi igeszakasz első vallás úgy tűnik, mintha szétrombolná a megszokott kellemes adventi hangulatot. És egyáltalán nem a kellemes dolgokra irányítja még figyelmünket. Amennyire nem szeretünk saját életünk utolsó pillanatára gondolni és durva tapintatlanságunk tartjuk, ha valaki erre figyelmeztet minket, éppen annyira nem szeretnünk hallani az utolsó ítéletről, a világ végéről, az ég és a föld elmúlásáról. Igen, utolsó dolgok azok mindig kellemetlenek. Szörnyű az, amikor a sivatagban utazónak elfogy az utolsó gorty vize. Vagy döbbenetes érzés fogja el az embert, amikor a régi történelmi regényben ilyet olvasunk, amikor az ostromlott várban az utolsó lőszert is ellőtték. Hogy az embernek a majd a szíve szakad meg, amikor átírja, hogy az utolsó barátban is csalog. Azt pedig még csak elgondolni is rettenetes, hogy egyszer eljön az utolsó napunk is. Igénk nem hagy kétséget afelől, hogy Jézus Krisztus bizonyosan újra álljon dicsőségben és hatalomban. A hit és meggyőződés nélkül egész kereszténységünk pedig üres és tartalmatlan lenne. Jézus tanítás nem lenne több néhány megragadó szép példázatnál. Élete és halála pedig nem lenne egyéb sajnálatos kudarcnál. Ez az ige figyelmeztet bennünket, sőt figyelmeztet is minden ember számára. Újból és újból rá kell döbbennünk arra, hogy a világ találkozni fog
a számon kérő Krisztusa. Ez az utolsó eljövetel egészen másképpen történik majd meg, mint az első. Mert majd nem az a szegény, meggyötört, semmivel szám kivetett, árva áll, hogy ott Jézus jön vissza, akinek nem volt hová fejét lehajtania, hanem az ég is földre jön vissza. Eljövetelét olyan jelek kísérjük, hogy az emberek szívét halálos aggodalom tölti el. Az eredeti szöveg még nyomatékosabban fejezi ki, amikor így adja vissza, hogy az emberek kifordulnak önmagukból, elveszítik önkontrolljukat, ezt elvesztik a félelemtől, és a várakozás egyetemes is rettenetes, mert a jeleket nem értik, csak a fizikai valóságot tapasztalják. Ez az összezavarodásnak az ideje, időszaka. A társadalmi politikai kázban felborul a normális életritmusa. A lelkek megtörnek, erősnek hitt emberek megnyilognak, összeomolnak, mint az ég erői. Tehát igen, ma, mintha a jelek túlmutatnának önmagukon. Az események iránya a béki fejlet felé tart. A természeti csapások, a szökőár zúgása, a hurikán, tengervizet és magába ragadó tombolása, tegnap is a hidegben, a Írországban, özönvizek, meg Indiában is vannak. Aztán sok minden kiszámíthatatlan földrengések, tanácstalanná, bizonytalanná teszik a népeket. Nép tömegek áradata indul el egy másik kontinens felé. Európa Unió vezetői pedig a teljes tehetetlenségről tanúskodnak, mint akiknek nem az lenne a feladatuk, hogy Európa egységét, értékeit védjék. Lassan-lassan oda jutunk, mint a híres Werner regényben, hogy az ember azt a hajót üzeni el, amelyiken utazik, csak hogy minél sebesebben érjen célba. Kérdés persze az, hogy miben is áll a cél. Azok az erők, amelyek uralkodnak felettünk, elsöprik az ember magabiztosságát, kimondottan szorongást, félelmet keltene. Ez egy Jézus példázat itt a tavaszról, amikor látni a fák virágzását, és azt, ahogyan kimondják a leveleiket, félreérthetetlen utalás az idő eljövetelére. Ezért ismerjétek fel, hogy közel Isten országa mondja. Csak aki nem akarja, az nem veszi észre a jelekből a következmény. És aki szemellenzős és a sokadik bizonyítékra vár, az nem látja, az nem ismeri fel, az nem hiszi, hogy eljött az élet ura. És mivel Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére, ahogy Pál apostol írja, én azt hiszem, még megadatik az utolsó esélyét mindenkinek. Hiszen Jézus jelen van. Jézus elénk jön ígéreteiben, igében, szavában, szentségeiben elénk jön, hogy rendezhessük vele és egymással életünk zűrös kérdéseiben kapcsolatainkat. A bűneink meglátása, belátása, bevallása könnyít az ember terén. Hiszen ő az, aki leveszi a terhünkről, a vállunkról a terhet, a múlt köveit, bűneit. Ezáltal az ember kiegyenesedhet meg, nem kell többé görnyednie és cipelnie a súlyos terheket. Ezért haladjuk így a felszólítást, egyenesedjetek fel, ez azoknak szól, akik már Jézusé, akár ők már befogadták az életükbe, akár legutolsóként is, de befogadták a szívükbe Jézust. És ez arra utal, hogy a megtört állapotból a feloldozás biztos még utolsó órákban is. Ez egy felemelt fővel járhatunk. A szívünkben se legyen rettegés, inkább szent félelem. Talán érdemes Pál apostolra is figyelni, hiszen az oltár
római levélből elolvasott szakaszban nem kétségbeesésről, inkább a szüntelen várakozásról, készültségről beszél, nem a kétségbeesésről, hanem a felkészültségről. Testvéreim, igen, reménységünk akkor élő, ha már most megvalósul a gyülekezetben a várakozás célja. Az az ismeret, hogy igen, Jézus közöttünk van. Hát Jézus egykor eljött, ma közöttünk van. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ugyan elment, de azt ígéri, hogy velünk van minden napon. Láthatatlanul, de velünk van. És majd az utolsó napon visszajön nagy dicsőségben. Igen, ez a tudat, ez az ismeret, hogy ő közöttünk van. Ezért is fontos, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. De sőreim, éljük át, hogy Jézus itt van a szívünkbe fogadva, méghozzá úgy, hogy a fele barátnak is legyen helye abba a szívbe. Hogy amikor eljön az emberfia azoknak, akik befogadták őt és egymásra, egymást, a dicsőséges Úr akkor majd elhozza a teljes tiszta látást. Ezért reménység számunkra az a nap. Hiszen akkor befejezett, végleges tényé válik a befogadottságot. Ezek fényében tekintsünk most az evangéliumra, hiszen az emberfia eljövetele az emberek egy részének világvége és tragédia. Azoknak viszont, akik várják a teljességnek a kezdőbe. Egy kis anekdotát olvastam, Amerikában történt, hogy egy vasárnapiskolai tanító észrevette, hogy az egyik tanulója már hosszabb ideje hiányzik a templomból. Aztán meglátogatta ezt a hiányzó diákot otthonában, és ott találta a kandalló előtt ülve. A meglepett tanuló behívta és várta aztán a dorgálást, de a dorgálás hátmaradt. A tűz előtti székre ülve a tanító csöndesen kivett a tűzből a piszkosra egy porozsat, és rátette a téglapadlóra. Aztán csöndben figyelték mindketten az ízó szenet, amint lassan áll a holványhoz is. A fiú ekkor megszólalt, nem mondjon semmit, mondja a tanítónak. Ott leszek a jövő vasárnap. Igen, testvérek, szükségünk van a közösségre, szükségünk van egymásra. Szükségünk van egymás hitére, egymás biztatására, mert ez a gyülekezet. Együtt hallgatni Isten igéjét, aztán szükségünk van a hitünkkel a másikat erősíteni, a hétköznapokban is. Még egy fontos gondolat, amit tudnunk kell, hogy igen, imádkozva kell készülnünk a találkozásra. A mi úrunk nagyon jól tudja, hogy nem csak vigyázni kell, hanem imádkozni is. Kérünk és könyörögnünk kell újra és újra, hogy megállhassunk majd kegyelmesen azon napon. Mi tudjuk azt, hogy sem hétre, sem új életre nem juthatunk el a magunk ereje és akarata által. Erre csak a Szentlélek, Úristen képesíthet és erősíthet. Ádám második vasárnapján, most amikor az eljövendő örök Krisztusra gondolunk, kérjük a Szentlélek életújító erejét, hogy vezessen bennünket a neki tetsző életben. Ő maga készítsen fel bennünket. Ünneplőbe öltözve, felé vágyakozó, nyitott szívvel. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, áldunk azért az irgalmadért, hogy minket nem kárszatra rendeltél, hanem a világosság és a nappal gyermekeivé tettél. Tarts meg minket ebben a hitben is, hogy ítéleted ne találjon készületlenül, hanem éberek és józanok legyünk, és szeretetben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
áldásos alkalmon segítették a munkámat szolgálatokkal, valamint pogácsákos eseményekkel. Szeretettel köszöntöm az Ajka TV városi televízió munkatársait, akik ezen a vasárnapon pedig felvették a Isten tiszteletet, megörökítették, kívánom Isten áldás kísérje közös munkámat sokak boldogítására. Adományt hirdetek az elmúlt vasárnap keresztelés alkalmával szülők keresztülők 25 ezer forintot adományoztak Isten gyülekezet célokra, Isten dicsőségére. Gyermekek karácsonyára magát megnevezném kívánok testvérünk 5 ezer forintot adományozott. Isten áldása legyen az adakozók és adományaikat. Ma délután Csíkúton lesz adventi koncert, program, amelyre mindig szeretettel hívnak és várnak. Az előttünk lévő hét programjai különösképpen nem változnak, kitanórák, pénztári órák a szokott időben lesznek, csütörtökön 5 órakor bibliórára várjuk testvéreket, szombaton pedig a harmadik gyertyagyújtás lesz az agórán, református gyülekezetnek a szolgálatával. Hirdetem a testvéreknek, hogy a 2016 évi mutató a kiáratnál az ott helyen kapható található. Kétféle változatban van, egy bővített változat az imádsággal, kibővített változat, ez 620 forintba kerül, a másik pedig 430 forintba. Ugyancsak megjelent a Dunántúli harangszó, a kerületi lap legjobb száma, a téli szám, ez 300 forintos árat kapható, valamint a vetéshalatás, misszéri folyóirat, ez pedig ingyen kapható a kiállatnál. A egy hét múlva, illetve hét köz egy hétre pedig presbiterén érdekezetre vártuk meg a testvéreket hétfő nap, 6 órakor, mert nem holnap, hanem holnap az egy hétre, december 14-én, mindenki jelenlétére számítunk. Egyelő más életi való nincs. A megkezdett énekünk utolsó versét énekelni el. Dicsőséget az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, még éppen volt kezdetben. Úgy legyen most is mindenkor és mindenekkor örökké. Amen. Vezetőinket és minden népet,
Engedd, hogy végül eljussunk örök dicsőségedbe, ahol hitünk látássá, reménységünk üdvösségé válik. Az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében ma is így könyörgünk hozzá, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a magasztól, mert tégy az ország a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldás Istennek néven, az Úr áldja meg és őrizze meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet